Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Ma egy igazán nagy léptékű forgatásra mentünk volna, több nap, több ember, több autó, tényleg híres meghívottak mi egyéb. Viszont rajtunk kívülálló okokból ez tolódik, és nem akartunk titeket videó nélkül hagyni, mert a mai videó az lett volna, hogy felkészülünk erre a forgatásra, megmutatjuk, hogy mit viszünk, milyen technikával készülünk, hasonlók. Viszont a szerdai videó az tradíció, nem akarjuk ezt megtörni, úgyhogy kipróbálunk egy olyan formátumot, amit már nagyon régóta tervezünk, hogy kommentekre válaszolunk, meg reagálunk rájuk. Igen, mivel nem csak trollok kommentelgetnek, így sok érdekes kérdés is felmerül, amire ott egyenként nem akarunk válaszolni, viszont már nagyon sokszor ismétlődnek videók alatt. Igen, és vannak jó vitaindítók, meg egyebek, tehát hogy tényleg érdemes ezzel foglalkozni. Szóval alkalmanként fogunk ilyet csinálni, hogyha összegyűlik néhány jó komment, akkor majd jól megdumáljuk. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán kezdünk. Kezdjem, vagy kezded? Kezdjed. Kezdem. Dobd be az elsőt, tehát nem nyitok rá rögtön az oláris irodában. Los Padres Apa. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkoljatok. Ez a mondat kétszer hangzik el a videó elején és a végén. Életig soha nem tettem eleget ennek a kérésnek, mégis akadálytalanul tudom nézni a videókat. Nem vagyok képben, nem tudom, hogy pontosan mi van ennek a hátterében, csaló vagyok-e vagy tolvaj, mert ingyen nézem a videóit. Irigy vagyok-e és önző, mert nem járulok hozzá a videó készítőjének költséges és fáradtságos munkájához. Vagy mi van? Tudom, hogy sok videótól hasznos információt kapok, más esetleg csak felbasszák az agyam, de ez mellékes, de a vége mindig az, hogy ez a kéregető mondatot nem értem. Bocsánat érte, ha valaki pontosan és objektíve elmagyarázna, az bizisten megköszönném. Hát, de majd egyszer csak nem fogod tudni nézni a videókat. Nem, amúgy... Nem bonyolult ez. Így van. Hirdetőkből élünk. A hirdető akkor jön, hogyha a videókon vannak megtekintések, és a videókon akkor vannak megtekintések, hogyha a YouTube kiajánlja, már pedig mikor ajánlja ki, hogyha megnyomjátok a csengőt, meg feliratkoztok, meg hasonlók. Engem az lett meg, hogy ebből milyen mély filozófiai értekezést lehet írni. Igen, nagyon mélyen belemerült ebbe a dologba. Pedig nem tudom, tehát hogy nem kerül pénzbe, ez nem egy bonyolult dolog. Így van. Ott van szem előtt. De amennyi idő alatt ez begépelte, ötször feliratkozhatott volna. Értetetlen. Te mivel indítasz? Én egy régi klasszikussal, a Swiftes első videó alól. Bill Clintont beiktatták az orális irodába. Hát? Ez mi hangzott el ott pontosan? Konkrétan ez. Gondoltam, hogy aki mondjuk így a 90-es évek elején született, mint én, annak a Monica Lewinsky botrány meg lesz. És bár azt hiszem, most már nem annyira menő röhögni ezen, de na, egy ilyen kis áthallásnak talán jó volt. Vagy mondjuk azt, hogy kevésbé volt rossz. Én is meghallgattam párszor vágás alatt, hát azt mondtad, úgyhogy... Igen, ez amúgy a Swift Magyarországra kerülésének történetét feldolgozó videónk volt, amit létszik mindenképpen nézzetek meg, mert hetekig szívtunk vele, Roland hetekig vágta, én meg még papíralapú könyvet is elővettem a felkészüléshez, annyira retro a cucc. Pontosan. Hány hét álmodt ez Swiftekkel utána? Sokáig. Hát ezt nem hetekig csináltam, de az volt egy hét konkrétan, mire elkészült. Hát meg a forgatás még egy három, amíg rohangáltunk ide-oda. Nem kizárólag ezzel foglalkoztunk, de hogy ezt... Igen, a forgatást lezavartuk egy nap alatt, csak igen. Az nagyon erős nap volt. Hozok én is egyet. Na. Ugye készült az Ocean Gate-es videó, amikor igen. Gazdag emberek le akartak merülni a Titanic roncsához. Mi egy R2 kommentje? Nem a Titanic van lent, hanem a testvérhajója az Olympic, amit ma már szépen lehet bizonyítani. A korabeli fotók és a roncsról készült képek összevetésével voltak köztük apró eltérések. Ez volt a kor maga 9-11-es átverése, amit máig telitorokból tol a mainstream média. Kivégeztek a hajóval sok embert, akik a Fed törvény útjában álltak, a jól értesültek pedig idejében leszálltak. Ezt a kommentet akkor se hittem, amikor először elolvastam. Ez nagyon durva. De hát, hogy így. Figyelj, én amióta tudom, hogy a laposföldeseken már úgy túlléptem. De hogy vannak emberek, akik most konkrétan abban hisznek, az az új dili, hogy Magyarország nem létezik, hanem Magyarország egy az Egyesült Államokban bejegyzett cég. Weboldaluk van, dokumentumok vannak, tudósok vannak, akik megszólalnak, minden van. És akkor csodálkozol, hogy ilyen kommentjeink vannak. Ehhez képest ez semmi. Ez semmi, de hogy ha meg akarok ölni pár embert, akkor annak nyilván az a legjobb módja, hogyha elsüllyesztem a világ legnagyobb hajóját, hogy ezzel a világ összes figyelmét odavonzom. Tehát, hogy... Igen.
ez hány ponton dől meg ez a dolog? Nem tudom, én néztem elég sok évad X-aktákat, hát abban az nem volt ilyen meredek dolog. Bármelyik részt hamarabb elhiszem. Jó, ez mondjuk, ezt adom. Te jössz. Igen, hát ez is egy konkrét komment, de sok kérdést felvet, igazából, hogy a TC-től mi történt. Igen, mindketten eljöttünk a TC-től Rolanddal, tehát hogy nagyon sok emberben felmerült az, hogy ez most egy ilyen kis időszakos együttműködés Olivérrel, nem. Főállásban itt dolgozunk és ide gyártunk tartalmat. Én a TC-nek már nem nagyon fogok semmit, mert egész egyszerűen nincs időm se cikket írni, se más egyébre. Ezzel foglalkozunk, ez tölti ki a napjainkat, és igazából szerintem napról napra jobb dolgok készülnek. Igen. Igazából maga a komment az az volt, hogy egy olyan videó kéne, hogy mi ez a csatorna, hogy kerültél ide, mi történt, ami publikus része, mint szívesen meghallgatnánk szerintem. Ennek szerintem majd szentelünk egy külön videót. Röviden az történt, hogy a TC olyan irányba ment el, amit én már nem szerettem volna csinálni, mert hogy azt mondták, hogy most nem a videókkal akarnak foglalkozni, hanem inkább rámennének az online-ra, tehát az írott részére. Én a videókban látom a kihívást. Olivernél láttam egy álláshirdetést, hogy vágót keres, és igazából amiatt hívtam föl, hogy... Igen, mert én akartam már először eljönni. Igen. Én hamarabb el akartam jönni, mint Anti. És akkor Anti gondolta, hogy beszél Olivérrel. Igen. Ez ügyben. És akkor Olivér nekem szegezte a kérdést, hogy és te amúgy nem akarsz eljönni? Igen. És ennek most már lassan 8 hónapja? Hát te, neked 7, igen. Nekem már majdnem 10. Igen. Úgyhogy itt dolgozunk, itt lesznek tartalmak, és fejlődünk, alakulunk, jobbulgatunk. Jóság lesz. Iratkozzatok fel, megnyomjatok csekket. Mindenképpen. Igen. Te jössz. Vagy én jövök? Nem, te jössz. Jó. Katalin Juhász 641, végig caps lock-kal. Senkit nem érdekel a magán véleményed, retorikát tanuljál, mert nem tudsz előadni, sem érthetően beszélni. Oké. Okay. Erre ennyit tudtam akkor is reagálni, amikor elolvastam a kommentet. Te szoktál kommentet törölni? Én szoktam. Törölni ritkán szoktam. Az egy... Tehát azt nagyon hamar el tudom dönteni, hogy ki ne írjon többet kommentet a csatornára. Aki olyan határeset néha kitörlöm a kommentjét, hogy hát, ha érzi, hogy most azzal egy picit túllépett. Igen, de így látom benne azt, hogy még esetleg értelmes lehet. Még visszajöhet egy szintet. Igen. Ez mondjuk nem az volt. Ez semmi esetre sem. Az van igazából, hogy így a csapaton belül is egy állandó vita, hogy töröljünk-e kommentet, vagy ne, mert Olivér meg Dani azt mondja, hogy nem, semmi esetre sem, mert legyen ott minden, hogy nem cenzúrázunk. Szerintem viszont az nem cenzúra, hogy azokat az embereket, akik ilyen teljesen agyatlan, értelmetlen személyeskedéssel beleállnak a másikba, hogy azokra úgy nincs szükség. Igen, ebből sem tudtunk meg sok mindent. Nem lett jobb hely a világ ettől a kommentől. Nem. Te jössz. Nem. Hát ez megint igazából egy embert összettem ki a kérdést, Eurolime-tól, de... Sokan kérdezik? Sokszor felmerülő kérdés. Gáz ez a mindenhol napszemüveg, mondjuk ő ezt így kijelentette. Ott is, ahol semmi gyakorlati haszna, csak az ego combosodik tőle. Az ego combosodik tőle? Igen. Ez amúgy azért elgondolkodtatom, mert az emberek pont azért akarnak napszemüveget felvenni jellemzően, hogy egy kicsit háttérbe szoruljanak, hogy elrejtsék az arcukat. Tehát ez pont az ellentétje az egónak, ha jól gondolom. Igen. Nem, ő úgy gondolta, hogy te ettől leszel menő. Igen. Amúgy azért van a legtöbbször antinapszemüveg, mert még itt is kéne a lámpák miatt. Igen. Igazából annyira világítanak ezek a lámpák, illetve szerintem az rosszabbul néz ki, hogyha így állna a kamerába. A hunyorgás az gáz, igen. Vagy Bud Spencer-ezne egy kicsit. Ezt akartam mondani, hogy a magyar nép lélek szerintem azért nem tud mit kezdeni a szemüveggel, mert Bud Spencer-en nőttünk föl. Igen. És emiatt. De ő neki nem sokszor kellett. Igen. Várja, jövök tovább. Hú, ez az egyik kedvencem. Stefan Angel 7583. Ez talán az Árpád hídi videó alá érkezett. Nagy tisztelettel megjegyezném, hogy a lóerő, mint mértékegység használata Magyarországon 1980. január 1-től kategórikusan tilos, nagybetűvel, mert nagyon tilos, érted? Súly, lóerő, arány. A súly, erő, dimenzió, a lóerő meg mértékegység nem dimenzió. De most akkor mégis van, előbb azt mondták, hogy tilos. Tisztelt, de ő is leírta.
Tisztelt szerkesztő! Ha ön a diplomáját az LTBTK-n szerezte, akkor ez rendben van, de ha nem, akkor kérhetik visszaadni az illetékes dékáni hivatalba. Én eddig bírtam, leiratkoztam. Két hozzátennivalóm van. Megnéztem a statokat, és sajnos nem iratkozott le. A másik, az LTBTK-n szereztem a diplomámat. Nagyon kíváncsi lennék amúgy, hogy akik leiratkoznak, tényleg leiratkoznak. Nem iratkoznak le. Meg szoktam nézni, ugye csinál egy kis negatívot, és nem iratkoznak le. Igen. Amúgy nagyon szomorú vagyok, hogy csak a kommenteket lehet elrejteni egy-két embernél. Már mire gondolsz? Hát, hogy nem tudom én leiratkoztattatni. Igen, megérni azt a mínusz néhány forintot, hogy ő ne legyen ott. Ja, simán. Mondjuk nagyon nagy csekket kaptunk amúgy azért, mert kimondtad azt, hogy lóerő. Gondolj bele. Ja, tényleg, igen. Azért. Tudod, volt a tiltott csikisör, és ez persze, most a tiltott vértékegység. Hogy ne. Nem tudok ezzel mit kezdeni. Most... Ezt mondjuk pont nem láttam amúgy ezt a kommentet. De zseniális. Az alatt nem nagyon olvastam kommenteket, mert... Mert annyi volt, hogy felesleges igen, volt. Igen. Nem, itt igazából az van, hogy most tényleg az van, hogy a lóerő az nem valid abban az értelemben, hogy a forgalmiban, a műszaki vizsgán, a minden egyébnél a kilowatt van megadva. Igen, igazából kilowattozunk, de hát... Így van. Függetlenül... Mindenhol máshol lóerőt használunk, ha igen, kocsi teljesítményről van szó. Embereknek készítjük a műsort, nem mérnök hallgatóknak, és hogy igazából ezért van az, hogy a hajtó rúdból néha hajtókar lesz, pedig tudjuk, hogy az igazából rúd, a kilowatt az lóerő. Meg egyéb ilyenek. Így van. Te jössz. Ilyenből is több verziót láttam, ez éppen Flakusz 83 talán. Nevesítsük. Nem tudom. Több ilyen videók ellenen az nagyon pozitívan csalódtam a műsorvezetőben, semmi rosszat nem szeretnék a személyről szólni, de korábban semleges volt, vagy annyira kedveltem, de most egy hatalmas gratuláció, neki kiváló anyag, ezt a profizmust köszi, cool volt. Ugye nagyon sok olyan volt, hogy eddig nem kedveltek, de a első pár videó leginkább, talán ez is a Swiftes videó alatt volt, hogy onnantól így megkedveltek, vagy illetve az itteni tartalmak miatt jobban megkedveltek, mint a TC-nél. Ilyen is volt konkrétan leírva. Nagyon megtisztelő, amúgy melengeti az ember szívét. Szerintem egy picit amúgy az is benne van, hogy a TC-re sokfajta ember gyártott, sokfajta tartalma. Tehát ott volt közélet, csapatos videó, tech videó, igen, minden. És hogyha valaki feliratkozott A jellegű tartalom miatt, akkor őt a B jellegű tartalom lehet, hogy zavarta annyira, hogy kommenteljen miatta, amit amúgy nem értek. Itt viszont most egy konkrét fajta tartalom van, és hogy így könnyebb megtalálni. Ez is több olvasótól felmerült. Pécsi videók, feltöltötték a kocsikat héliummal. Mi történt a hangoddal? Erre te fogsz válaszolni, mert hogy én semennyire nem értek hozzá. Tehát a videóknak a technikai hátterét az Roland csinálja. Én annyira képeztem ki magam, hogyha nem ihetek magammal operatőrt, akkor így megnyomom a reg gombot, és így beszélek a kamerába. Minden más, ami ezen túlmutat, az Roland asztala, úgyhogy kérlek. Megfogtál, nem tudom, a mai napig nem jöttünk rá. Én próbáltam azokat szintezni, állítgatni. Ezek már az beállított hangok voltak, amiket hallottatok. Igen. Ugye ezek a felvételek úgy készülnek, hogy egy 11-es GoPro-ra egy ilyen média mountot ráteszünk. Szerintem, hogy a 9-esen volt. 9-esen volt? A lényeg, hogy a GoPro-n van egy média mount, amiben be tudjuk dugni a mikrofont, a DJI mikrofont, és azt halljátok. És hogy ezt használjuk, szerintem, hát már a TC-nél is használtuk, vagy TC-nél nem voltak 11-esek. Lehet, hogy a GoPro hangod neki más. TC-nél voltak. Én biztos, hogy valamit a hang, a GoPro-nak a hangfelvételében érzek, hogy esélyes. Ott történt ez. Hát de hány meg hány autóba rögzítettünk hangot már itt is ezzel a technikával, és csak a pécsi videóban van valami. Ezt nem nagyon használtuk. Nem tudom, lehet, hogy valami frissítés. Ezt így konkrétan kevésszer használtuk. Nem tudom, tény és való. Nem derült ki a mai napig, hogy miért van ilyen hangod. Ilyen spongyabob lett belőle, alapból sem nagyon kellemes a hangszínem, ott meg aztán tényleg ilyen rajzfilm figura lett, nagyon durva. Igen, de ez meg én is meglepődtem, amikor először meghallottam, amikor átment ilyenbe a hangod. Néztem, hogy mi van. Igen. Nem lehetett megmenteni sajnos. Kedves Antoine, ha nem ilyen furán mondanád az SZ betűket, meg nem ilyen arrogánsan beszélnél, lehet több követőd lenne. Pufi a pufi kommentje. Nagyon sok nyelvész van köztünk, én úgy érzem. Igen, az a szép az internetben, hogy tényleg bárkiből tartalomgyártó lehet, és kiderült, hogy van egy csomó olyan ember, akinek van így mondani valója a világ számára, de mondjuk rohadtul beszédhibás, és most már ők is lehetnek tartalomgyártók. Én azt hittem, hogy azt akarod mondani, hogy az a szép az internetben, hogy bárkiből lehet bármi. Nem, hogy...
Igen. Tényleg lehet, hogy az a 14 éves post-gótemó kis csaj, az egy 53 éves fazon az anyukája pincéjében, és nem fürdött 3 napja. Szomorú. Igen. Te jössz. Ez a benzines videóban volt, amikor... A benzinárok? Igen, benzinárok videóban. Mi hallatszik a háttérben, flex vagy csiszológép? Nagyon sokszor felmerült, nagyon sok embert idegesített, ekkor Anti még nem tudta használni a zajszűrést a vágóprogramban, mert azt ő vágta. Igen. De mindenkit megnyugtatunk. Imre csiszolta a fákat a üvegtörős videóhoz, amiben be volt fogatva az üveg. Nézzétek amikor meg elmentünk rajta. A nagy csatornán a videót, amikor Oliver elmegy megvenni egy GR-jeliszt, és hát ezt nem annyira konvencionális módon teszi. Igen. Milyen barom ad ki másfél millát egy bicajra a profi kerékpár sportolókon kívül? Unf! Kommentje. Roland, aki tud? Szeretne, hogy működjön. Aki szeretne, hogy működjön. Na most... Jó, azért valljuk be utcára, nem teljesen, de azért aki egy picit komolyabban akar bringázni, sajnos ott ez az árkategória. Nem így is van. Úgy komolyabban, hogy akár versenyszinten, hanem csak mondjuk hetente kétszer-háromszor akar tekerni nagyobb távot, erdőbe menni, ilyenek. Terepen azért... akar menni, ugratni akar. Igen, azért ott már sajnos ennyi. Igen, azt tudni kell, hogy mi Rolanddal onnan ismerjük egymást, hogy mindketten hegyi bringáztunk, downhill-eztünk, ilyenek, úgy találkoztunk. Én ezt a mai napig tartom, és tényleg az van, hogy életemben először 2 éve vettem új biciklit, ami akkor került 1 millió forintba, és az a bicikli olyan, hogy hajtom egész évben, hóba, sárba, télen, nyáron mindig, és egy évben egyszer leadom egy szervízre, akkor ráköltök, mit tudom én, 70-80 ezer forintot, majd megint egy évig hajtom, és hogy az a baj, hogy ha ennél olcsóbb biciklit vennék, akkor nem egyszer kéne lerakni szervízbe, hanem mondjuk 4-5-ször, és úgy költeném rá ezeket az összegeket, szóval... Hát így is van, hogy 2-szer kell leraknod. Hát amikor sok a kilométer, de akkor igen. Az azt jelenti, hogy az egy jó év. Igen. Te jössz. Ez nem is tudom, melyik videó alatt volt pontosan, valami megmagyarázós videó volt. Zoltán Kis 68-57. Annyira jó egy ilyen videó, amikor nem akarsz szétfűzni, kifűzni, semmit csinálni, maradj bölcsész, de az büszkén. Nem egészen értem, hogy mire gondolom, nem szoktam fűzni, mert nem értek hozzá, de megtisztelő is köszönöm. Szerintem arra utalt, hogy amikor nem vezetsz. Vagy nem tudom, mi volt a konkrét. Igen, mondom, ez egy ülős magyarázós videó alatt igen, volt. Igen, lehet, hogy a vezetésre van probléma, hogy feltett szándékom megtanulni vezetni, már úgy rendesen. Na de ezt figyeld. Adrián Kósa 67-51. Amíg az unión belül van ország, ahol több autóra lehet egy pár rendszám, a legnagyobb teljesítményre fizeted a biztosítást, addig itthon ahány autód van, annyi rendszám, annyi biztosítás, és még ez a nagyszerű unióban is csak nálunk használt regisztrációs matrica is van, amikor egy közúti ellenőrzéskor a rendőr az alvásszámot is ellenőrizhetné, amiből ki is derülne, főleg, hogy már régóta sok autónál szélvédő mögé, a szélvédő kiszedése nélkül átrakhatatlan helyre teszik. Csodálatos országban élünk. Ez a, szerintem a szélvédő matricás videóra igen. Érkezett, amit Lepóval csináltunk. Igen. Nagyon sokan fölhúzták magukat rajta, hogy amikor kimondtad azt, hogy ez uniós dolog, és tényleg nincs máshol. Igen, mert ez mind kiderült, ez egy ajánlás, és az országok eldönthették azt, hogy náluk a gépjármű lopások száma ezt indokolja vagy nem indokolja, de én itt inkább azon arra lettem figyelmes, amit már beszélgettünk többször, hogy például Ausztriában, ha 2 autód van, akkor tarthatsz 1 pár rendszámot. Igen. És a nagyobb adóterhű autóra fizeted a közterheket, és arra teszed fel a rendszámot, amelyiket használod. Igen. Rendszám nélkül úgysem mész vele sehova. Igen. Jobb esetben nem mész vele sehova, de hivatalosan rendszám nélkül úgysem mész vele sehova, tehát egyszerre 2 autóval úgysem mész. Így van, de szerintem ez zseniális. Ezt nagyon bevezethetnék itthon is. Igen. Tehát, hogy a hobbi autótartásnak ez elhozná a Kálmánt. Mindig azon lenne a rendszám, amire szükség ennyi. Van. Tehát simán fizetném a Mazda közterheit a Prius után is, hogyha nem kéne a 2 autó közterheit fizetnem. Mondjuk fura lenne a magyar biztosítási rendszerrel, mert hogy azért fizetsz nagyobb biztosítást, mert 2 üléses az autód és nincs teteje. Igen. Amikor ültök a Priusba, 3-an, 4-en. Igen. És ugye a Priushoz mennyire drágább az alkatrész, mint a Mazdához, hiszen egy lényegesen modernebb és összetettebb autó, igen. És mégis arra van. Tehát, hogy tök érthetetlen. Egyszer amúgy majd a biztosítóknak is utána kéne menni, mert ott azért ott úgy van baj. Te jössz? Azt hiszem a francia videó alatt volt. Igen, ez a francia videó alatt volt az Espace alatt. Nagy Dávid 44-25. Miért nem lehet kivenni a kávés csészéből a kanalat? Kiszúrja a szemedet. Nem, ez a Porsche videóban volt.
Tényleg, Porsche videó, mert ott ittad reggel. Igen. Mert nagyon meg akartam játszani a Müllazát, hogy csak ott kávézgatok, nyilván az egész egy ripacskodás volt, és hogy annyira belefeszültem ebbe a szerepbe, hogy nem vettem ki a kamerát. De miket észre nem vesztek? Hát nekem nem tűnt föl, baszki. Pedig neked szúrta ki majdnem a szemedet. Igen, tehát nem veszed észre, nem szúrja ki a szemedet? Azt mondja. Handrás videó alatt az autó luxus. Ez egy tök érdekes kérdés. Zoltán Domokos 98-87. Az, hogy az autó luxus, részben egyet értek, mert másrésztről nem értek egyet. Hívjál ki egy kőművest vagy villanyszerelőt, biciklin viszi a szerszámokat? Nem, nekik munkaöszköz. Vagy amikor a pék hozza hajnalban a kenyeret. És ez egy rohadt jó felvetés. Ellenben, amikor azt mondjuk, hogy az autó luxus, nem is erre gondolunk. Nem. Ezek munkaeszközök. Így van. Az megint egy más témakör. Így van. És az autó luxusnál arra gondolunk, amikor tényleg WC-re is azzal megy az ember. Meg hogy kell neki azzal mennie egyfelől minden nap. Ez az egyik, hogy kell azzal menni minden nap, másfelől, amikor mondjuk megvon magától dolgokat, mondjuk nem eszik jó minőségben, vagy nem megy el nyaralni, vagy nem látogatja meg a szüleit hétvégente, azért, mert az autóra kell a pénz. Szerintem ez jelenti a luxust. Igen. És amúgy ez nagyon sokszor felmerül, hogy hát majd kőművesként hogy viszem a szerszámokat. Na most, hogyha azok az emberek, akik a WC-re is autóval járnak, kiszállnának az autóikból, és mondjuk bicikliznének, vagy tömegközlekednének, vagy tök mindegy, akkor azok az emberek, akiknek muszáj autóval menniük, mert kőművesek, akkor akár ők oda is érnének oda, ahova mennek. De az a régi demagóg duma, hogy menj ki egy kereszteződésbe, és nézd meg, hányan ülnek az autókba. Igen. Hát meg nem kéne a kőművesnek 6-kor indulnia azért, hogy az 50 kilométert megtegye 2,5 óra alatt. Igen. Mert egyesek esernyőnek használják az autót. Igen, ezt mi ugye Rolanddal 10-es útkárosultak vagyunk, mert mind a ketten Esztergom vonzás körzetében nőttünk föl. Szerintem években mérhető az, amit mi a 10-es úton eltöltöttünk. Ez egészen biztos. Igen, az egyszer olvastam erről egy kutatást, hogy az nemzetgazdaságilag kimutatható a dugó hatása. Tehát, hogy mennyivel csökken a GDP százalékosan a dugóban. Hát, igen, állásnak. Én elég sokat jártam is rajta, ugye, amikor a szervizbe dolgoztam, és majdnem minden nap fel kellett járnom Pestre. Volt, amikor ki tudtam hagyni, de elég sokszor a 10-es utat kellett használnom. Teljesen vállalhatatlan. Volt, amikor 50 km 2 óra volt. Igen. Én az egyetem miatt járkáltam föl, és én ugyanúgy ültem a buszon. Később elkértem szüleim autóját, akkor azzal ültem a dugóba, és egy idő után jártam újra tömegközlekedve, mert nem volt értelme autóval jönni. Nem volt gyorsabb. Ezen a vonalon amúgy nem rossz a vonat. Igen, itt most a Budapest-Esztergom az jó. Te jössz. Én jövök. Ez is egy többször felmerülő dolog volt. Jó lett ez a videó, csak kicsit felolvasósra sikerült. Igen. Ez a felolvasás témaköre. Így van. Tök egyszerű, nekem ez egy nagyon új dolog, hogy így ülök a kamerával szemben és magyarázok, és ezeknek a témáknak gyakran gyorsan kell elkészülnie. Nem megírt szöveg van előttem, jegyzetek vannak előttem, amikbe gyakran belepillantok, dolgozok rajta, hogy ez majd jobb legyen, magam is érzem, hogy ez így nem jó. Próbálkoztunk súgógéppel, alternatív gépelhelyezésekkel, minden francia. Próbáltam lemarakni a gépet, hogy igen, ne tűnjön úgy, mintha olvasná. Nincs értelme, itt lesz lerakva a számítógép, néha bele fogok pillantani, és pusztán csak azért van, mert egy ilyen videó elkészítésére nincs 2 hét, hanem hétfőn történik valami, amiből kedden videót kell csinálni. Azt meg sajnos az jelenlegi képességeimmel így lehet. De ettől függetlenül nem mások szövegébe olvasok bele, hanem azt is én csinálom meg. Tehát, hogy nem lopott a cucc, hanem én rakom össze a jegyzetet, és... Ettől függetlenül egyszer fölrakhatjuk a nyersanyagát, azt a összesen 1,5 órát, amit elmakognál, hogyha ezeket meg kéne jegyezned a 10 perces felkészülés alatt. Most már nem is készülnek 1,5 óráig, tehát mit tudom én, a tengeralattjárós az azt hiszem 18 perc, és 24 volt a nyers, onnantól kezdve, hogy lenyomtuk a reggombot. Igen, de mert olvasod. Ja. De azért, hogyha nem olvasnád. Jó, hát majd egy év múlva ilyenkor már valószínűleg nem fog kelleni. Én ezt felvállalom, nincs fotografikus memóriám, és szerintem ehhez a szakmához nem is feltétlen ez kell. No, Porsche videó. Tudom, hogy ebben neked is kiterjedt véleményed van. A Caterham az öngyilkos jelöltek játékszere, ilyen ösztömeg mellett a leszorító erő gyakorlatilag a nullához közelít, egyfolytában meg akarja a hátulja az elejét előzni, ez Robert Nagy 2456 kommentje. Ugye volt ez a Porsche próbálgatós nap, ahol az egyik kolléga egy Caterham 7-nel tudott megérkezni, és hát ezt nyilván el kellett menni kipróbálni. És egy örök vitánk az, hogy mennyire jó egy lélekvesztő. Hát mondjuk abba te is féltél, ezt így ez, szintén bevaltad, hogy ez igen, már sok. Az sok. Vagyis hát kevés.
Igen, abban az értelmében, hogy azért az már nem. Nem, tehát tényleg, amikor így lekönyökölsz az autóba, és a hátsó sárvédőbe bevered a kezed, az már... Tehát így tényleg nagyon szeretem a pici, lélekvesztő, szűk, zajos, tető nélküli autókat, de az a két törhem, azt én azon elmennék ki utcára jó szívvel. Igen, ezen már fölösleges vitatkozni. Mondjuk a leszorító erőről meg lehetne, meg minden ilyenről, azért azt olyan emberek találták ki, hogy meg ott nem feltétlen leszorító erőkkel van 4 jó futómű, így van. Van 4 slick gumi. Így van. A kocsinak a súlypontja sem mindegy, hogy akkor nem kell leszorító erő, ha nem 40 centivel a kerék tengelye fölött ül egyáltalán bárki. Így van. Hanem mondjuk 40-nel alatta. Meg ez egy ilyen furcsa történelmi zárvány az autóiparból. Tehát ez azért létezik ez az autó, mert hogy a második világháború után az emberek csórók voltak, nem volt pénzük sportautózni, de mindenki sportautózni akart. És akkor a Colin Chapman megcsinálta ezt a platformot, akkor ugye Lotus 7-nek hívták, és így kb. Ilyen tóparti szivattyú motortól kezdve a motorkerékpár motorig mindent raktak bele. Igen, tényleg amúgy elképesztő volt, hogy gyakorlatilag ezt az autót hányféle verzióban, hányféle motorral gyártották, és hogy igazából a mai napig léteznek tényleg az ilyen 90-es évekbeli Ford motoros verziók, így még van. Kaphatók belőle. Hát sokszor, így, ha megrendeled raklapon, akkor az úgy van, hogy megrendeled raklapon a két törhemet, igen. És vegyél mellé egy bontott Sierrát. Igen. Mert igen. A Sierra motor, váltó, diffi, az igen. Így megy át vele. De ott van az is, amit még a TC-nél próbáltunk, az M2-terhem volt. A Westfield volt. És abban is valami borzasztóan régi Ford motor volt. Egy Ford OHV volt, turbóval. Igen. Az külön igen. Kellett még benne az a turbó feltöltő. Igen. Hát jó, azért úgyse volt egy olyan... Nem, de félelmetes volt. Nagyon virgonc dolog, mert mire betöltött a turbó, addig odaértél bárhova. Mentél azzal, ültél abban? Persze, ezzel mentem. Talán vezettem is. Nagyon para volt. Az nagyon félelmetes igen, volt. Igen. Te jössz. Igen. Kuti Péter a halálos iram videó alatt szegényt nem tudtam válasz nélkül hagyni. A kejemben csücsülsz? Természetesen igen. De kérdezték amúgy többen. Igen. Hát figyelj, amikor csináljuk ezeket a videókat, akkor eleinte volt egy olyan vezérfonal, hogy mindig legyen valami változatos hely, ahol poén vagy akármi, de aztán jött ez az Árpád hídas baleset, amit úgy nem akartunk elviccelni, és akkor összeraktuk ezt a kis rögtönző stúdiót, ami igazából az ebédlő asztalunk neki fordítva. Amúgy valaki kérdezte, hogy hol lehet megvenni ezt a falpanelt. Sehol. Tárton a Polyforgból lécek. Mert ez nem egy falpanel, hanem igen, a Roland anyukája egy olyan cégnél dolgozik, ahol ezeket legyártották nekünk, és Dani felragasztotta. De igazából bárhol meg lehet venni. Igen. Tehát talán 60x40-esek. Van. Na, úgyhogy ez így keletkezik. Nekem elfogytak, ennyire volt erőm. 5 évente szoktam autót cserélni, de már undorom van a gondolattól, mint vásárlás, mint eladást illetően, Buszma kommentje. Hát... Magyarországon dolgok eladásától amúgy nekem is. Igen, ez én sem szeretek eladni dolgokat. Te sem szeretsz eladni, ez is jellemző vitatémánk, hogy én, hogyha valamit nem használok, akkor zavar, hogy ott áll a szoba sarkában. És... Eleve nem veszek olyat, amit nem használok. Jó, de vannak dolgok, amik így idővel úgy alakulnak, hogy már nem kellenek. Igen. Igen. És akkor én még úgy le tudok menni ezekbe az apró hirdetésekbe, hogy túladok rajta, de igazából tökre megértem, hogy te meg nem. Azért voltak neked is szerencsétlen kísérleteid dolgok eladásával. Emlékszel a tát környéki horgászbérletekre? Részt vettem egy szilveszteri bulin, ahol volt tombola, és nyertem horgászbérletet 20 000 forint értékben a tát környéki horgásztavakra. Uh-huh. Még horgászt sem látott soha. Nem. Nem, hogy ő horgászon. Igen, hamarabb menni kell szerzetesnek Nepálba, mint hogy én valaha leüljek horgászni. De hogy meghirdettem, tehát környéki horgásztavakra 20 000 forintért eladó horgászbérlet. Na, mi volt a emlékszek erre, kettő kérdés kettő érkezett. Kettő kérdés érkezett kizárólag. Hova és mennyibe kerül? Igen. Úgyhogy azon a ponton így elkezdtem megérteni a hirdetésekhez való hozzáállásodat, de nyilván az autó az még ennél egy sokkal csodálatosabb dolog. Főleg, hogyha az ember használt autót próbál eladni. Majd egyszer elmesélem, hogy lettem nyakatlan rohadt zsidó, amikor a 3-as Golfomat adtam el. Ott csak az lehet igazából, de tényleg olyan milliós tételek voltak a kocsinak eladásánál, hogy... Csodálatos történet volt. Na mindegy. Máté Heves 41-87. Roland, lehetne picivel többet is. Milyen érzés volt kilépni a kamera mögül? Itt vagyok.
Nem, de most komolyan, tehát, hogy te nagyon sokáig kizárólag vágtál, aztán, mit tudom én, először megvillantál a Tabba, aztán most már itt Olivernél viszonylag gyakran, mert hogy így műszaki személyzetként is beválni látszol, szóval, hogy ez neked... Tehát nagyon hangos ember vagy, amikor nem megy a kamera, de amikor bekapcsoltak a kamerát, akkor mindig így elhalkultál. Hogy éled ezt most meg? Hát így. Nem tudom, az a legnagyobb probléma, amikor megy a kamera, hogy nem kéne belekáromkodni. Azt meg úgy szoktam. Tényleg? Hogy, na, de hogy soha. Nem, nem is hallod, fel se tűnt amúgy, nem? De most sem mondod, hogy olyankor általában azért halkulok el, hogy azért úgy nem mondjuk olyan dolgokat, amit nem kéne. Igen, igen, ez mondjuk valahol így amúgy tök helyes. Inkább összeszedem, hogy mit mondok, mert... Igen, és milyen furcsa, hogy káromkodások nélkül a rövideket beszélsz. Jó, amúgy nem olyan hosszúkat káromkodok, de... Igen, de... Egyszer érdemes lenne meghallgatni, nem véletlen csak timelapse volt az Audi szerelésben, amikor szereltem. Szilveszterre csinálunk egy vágatlan verziót abból, hogy Roland szerel. De a kérdésre válaszolva, igen, Roland lesz még. Azt nem a YouTube, azt még a Pornhub is letiltaná. Igen. G-osztályos videó, nem olyan rég jelent meg, ugye a Magyar Tomi által hozzánk egy adott G-merci, az átépített zöld G-merci. Lesz amúgy még kiterjedt G-merci videónk, mert annak az autónak van nagyon érdekes történeti háttere, amit majd fel kell dolgozni. Gábor 18. Nem értem, hogy lehet, hogy az épített G-osztály nem tud felmenni a dűne tetejére és elakad, a gyári Raptor pedig megoldja. Ez biztos, hogy nagyon sok összetevős. Amúgy annyiból nem is volt teljesen fair, mert talán ott lankásabb volt, és pont föl tudott kapaszkodni a Raptor. A Raptornak is nagyon, annak is nagyon necces volt, igen. Határeset volt mind a kettő, valószínűleg gumi, súly, lóerő, fordulat, a Raptor most már benzines. Így van. Automata, bár nem mindkettő automata, de tízsebességes, de valószínűleg nagyon sok összetevő volt, de ha teljesen ugyanolyan körülmények között, ugyanolyan szögben, ugyanúgy mentek volna, az se jut föl. Igen, és hogy nagyon másra való a két autó. Tehát a Raptor az, bár most már nagyon rámentek ezzel az első zárható diffűvel, így a triálozós képességeire, meg hasonlókra, azért az még mindig gyorsabb menésre van, tehát erre a Baja stílusú veretésre. Ezzel szemben a G az egyértelműen egy épített triál autó. Tehát független kerékfékek, meg minden franc volt alatta, és én azt is tippelem egy kicsit, hogy egész egyszerűen az a nagy bütykös gumi elásta magát, a Raptor meg tudott menni fordulatból, és tudja fene. Lehet, hogy ez is benne volt, tényleg nagyon más dologra való a kettő. Így van, csak ez egy ilyen jó nap volt, hogy mind a két autót ki tudtuk vinni. Igen, ellenben nem véletlen nem mentünk bele abba a katlanba, amiben a G-vel, a Raptorral. Igen. Mert valószínűleg orra állt volna, és meg lehet, hogy még mindig ott állna orra a lomokba. Helikopterezettük volna ki. WSVAP kommentje. 15 perc, nem áll, Anti, egy ilyenről minimum fél órát szeretnénk látni, ez a kék Mustang. Igen, de ha meg fél órás lett volna, meg nem nézte volna meg. Nem. A fél órát. Azt gondolom, hogy azért az tényleg nagy flash az az autó, és azért nem készült róla hosszabb anyag, mert hogy vezetni fogjuk. Shiba. Nem sokára. Igen. Így van, Shiba, akit hamarosan megismertek. Olivier régi követői márkében lehetnek vele. Ő most jár ezzel az autóval, próbálgatja, teszteli, és hogy nálunk lesz egy-két napig, és menni fogunk vele. Azért az elég flash lesz, én azt gondolom. Azt mondta, hogy csodálatos. Tehát, hogy tényleg így mész vele, és egy modern autó, és akkor kiszállsz belőle, akkor meg egy... A szándék az meg volt benne, meg látszott, hogy nagyon akarják, hogy az olyan legyen. Eszelős munka volt, basszus, tényleg. Igen. Na. Most amúgy elnézést, de közben csak úgy statisztikák a kedvéért megmondom, hogy azt a Mustangos videót amúgy mennyi ideig nézték az emberek. A negyedórás videót? Igen, a negyedórás videót 7 perc 27 másodpercig nézték átlagban. Na, ez nem is rossz. Amúgy nem is rossz, de 7 percig néznek egy 15 perces videót. Igen, igen, igen. És ez nem jelenti azt, hogy 15-ig néznék a fél órásat. Így van. Kovács Márton doktor. Esmerci árban egy ideális esetben 400 km tudó családi egyterű. Viccnek is rossz. Hm. Jogos. Ez mihez volt? ID Buzz. Hát mondjuk az ID Buzz-zal nem csak az ára volt a probléma, de az nem, is nagyon nem. volt. Nem, az a baj, hogy az ára miatt még komolyabbak voltak azok a problémák, amik a problémája volt. Igen, igen, de igazából volt olyan probléma, hogy 10 milliónál is probléma lett volna. Eszelős ez az árazás, és annak ellenére, hogy nem tudtam nem szeretni, tehát imádtam vele menni, de főleg inkább a szociális élmény miatt, hogy barátokkal, családdal egy ilyen dobozzal közlekedni, az jó pofa.
De hogy tényleg nem lehet amellett elmenni, hogy hát mit el is mondtunk ott ezbe, hogy milyen problémái vannak annak az és autó. És nagyon sok dolgot kihagytak belőle, amiben ne lehetett volna. Igen. Hát, poént, funkciót. Sietni kellett. Ilyeneket. Sietni ezzel kellett. Nagyon siettek. Ezzel nagyon siettek. Ennek az autónak még kellett volna egy év. Igen. Meg ami engem, ami téged nem zavar, meg te vagy nem látod benne, vagy nem tudom, amit mindig mondok, hogy nekem ez még mindig egy multiven ezzel az orral. Tudom olyan szögből nézni, hogy nem azt látom benne, amit a koncepcióba, hogy jó pofa, hanem hogy ezt az orrot valahogy úgy, hogy utcára kikerülhessen, ráerőltették egy transporterre egy újra így. Lehet. Kicsit ezt látom benne. De még csak a funkciók sincsenek meg, ami egy transporterben legalább megvan. Oké, le tudom dönteni a hátsó ülést ágynak. Hurrá! Persze, de egy előző multivenbe meg odaforgatod, ahova akarod, három dimenzióba bent az utastérbe. Igen. Még a plafonra is felrakhatod őket. Ezek borzasztóan hiányoztak belőle. Következő. Azt a köcsög egeret ne dugd már el, várjál, Nándor Kovács 30-33, azt a köcsög egeret ne dugd már el a kezeddel és a mikrofon alá, aztán hallani, ahogy görgetsz, rakd oda a telefonod mellé, tudjuk, nem vagy ilyen okos, a laptopot is berakhatod oda, és olvashatod arról, nem lesz ilyen bazári szar hatása, hogy olvasod a kamera mellett, aztán 15 másodpercenként belenézel egy kicsit a kamerába, mert a múltkor is zavaró volt, amikor a kocsiban ültél, irány az nem rossz viszont. Igen, ezt már megmagyaráztuk előbb. Igen, ezt már megmagyaráztuk. Az egér görgetés amúgy szerintem is cink volt, hogy leraktad. Igen, az egy kicsit hülyén nézett ki, meg hallatszódott benne. Ez a súgógép egy korai próbálkozása volt. Azóta a felelősöket elítéltük és Szibériába száműztük. Többet nem lesz ilyen. Csak ennyit tudunk rá mondani. Aztán. Jaj, ez az egyik kedvencem. Figyelj, ezt nem tudom hova tenni. Szilárd Takács 2730. Nagyon sok kommentet ír, és nagyon kevésben van összefüggés. Uh-huh. Várjál. Mondaton belül is? Igen, tehát nem feltétlenül úgy ér véget a mondat, ahogy elkezdődik, vagyis hogy amire számítanál, ez például szintén a tenger alatti járós anyag alá jött. És mivel Philadelphia volt évekkel ezelőtt, ezért célszerű végignézni a netes finkfestészhez vezető szállat innen származtatva egy vonalon legalább. Tehát Philadelphia és az ottani színészek jelentős hányada színesbőrű, a neten polkorreknek lehet lenni legfeljebb, tehát abban az esetben, ha te mondjuk Zalai Buzi Alkesz Bődösöt hallgatod, akinek a mondandója alapján ez a hozzáállás tetszik, ide köt be téged, ha te megjelensz az oldalán. Amihez az ideológiai alapú antifradi szemlélet, ami semmit nem jelent, ami lényegileg magyar lenne, ezt szögezzük le ismét, hozzácsapódott, majd néhány év múlva visszahatott egy Black Lives Matters formájában csoda. Hogy ezt ki lehessen teljeszteni, mélyre kell merülni, hogy bujkálni lehessen. Figyelj, ezt legalább 10-szer elolvastam, igazából csak arra tudtam kiukadni, hogy Bödöcstől megkérdezem, milyen volt túlélni a Titanicot. Én ebből ennyit tudtam összerakni. De hogy jutunk el Bödöcstől az antifradi szemléletig, majd a Black Lives Matters-höz vissza? Meg a Philadelphia-i színes bőrűjeig, tehát hogy... Ez kész. Ezt hogy? Jelentünk. És ez egy mondat volt szerintem. Igen, és ennek az embernek van egy 6-7-8 ilyen kommentje, még mindegy. Én még sose láttam. Ezt az egyet láttam, de szerintem ezt is te mutattad amúgy. Nem bannolom, hogy hát, ha valaki megtalálja benne az értéket. Igen, ő olyan tipikusan, amit nem is érdemes törölni, nem is érdemes bannolni, mert... Pörgésed csak az algoritmust. Ő pörgeti az algoritmust, és ennyire igazából a betűket is így lebegépelhette volna egymás után a klaviatúráról. Nem lettünk volna vele előrébb, se hátrébb. Igen, ez viszont egy tök jogos komment. User VJ4PC7ZF1K. Mint egy kínai androidos telefon. Nem, ez olyan, mintha beregisztrált volna a YouTube, és a YouTube adta volna neki kompletten a felhasználó nevet. Macska átszaladt a villanyüzeten. Igen. Te ugyanezt csinálod, nem? Egyszer autós szakértő vagy most meg a tengeralattjárókhoz is értesz. Ez ugye arra érkezik, és amúgy teljesen full jogos a komment mindenféle izé ellenére, hogy azzal ütöttem fel a videót, hogy mindenki átképezte magát magashegyi mászóból tenger alatt járó szakértővé, ugye nem sokkal előtte igen, volt a tragédia, mindegy. És hogy full jogos, tehát hogy én is ezt csinálom, én annyiban tudok ehhez többet hozzátenni, hogy megvannak azok a kontaktjaim, mérnökök, ügyvédek, stb., akiket fel tudok hívni, és tudnak nekem nyilatkozni, és azok az információk, amiket beemelek ilyen videóba, vannak ilyen kis saját szabályaim, hogy például csak azt emelem be, amit én hitelesnek tartok, én akkor tartok valamit hitelesnek, hogyha három egymástól különböző forrás is lehozza ugyanazt az információt. Tehát tulajdonképpen igen, én is csak egy random kommentelő vagyok ilyen szempontból, csak én megpróbálok, amennyire a lehetőségek engedik, utána nézni.
Igen, szerintem te nem is arra gondoltál amúgy meg, aki ezt mondta, vagy nem, ettől így gondolja, tényleg hogy, tök jogos ez a komment. Hogy mindig szakértők vannak Magyarországon, én nem is feltétlenül erre gondolnék nem, ezzel kapcsolatban, hogy beszélsz róla, és hogy, uh-huh. hogy megpróbálod el, mert itt is amúgy inkább a technikai hátteréről, hogy miért történt, vagy mi történt, erről próbáltál beszélni, és ennek igazából utána lehet nézni. Itt azzal van a probléma, amikor mindenki el tudta mondani, hogy a hegymászó mit rontott el, mert ő is már legalább 100-szor volt a fotel előtt az Everesten, illetve itt is mindenki el tudta mondani, hogy mit rontottak el, és másodpercre pontosan le tudták rekonstruálni, mert a fotelból ülve napi 100-szor lemerülnek. Igen. Ezzel van a probléma. Igen, és törekszem arra, hogy tényleg csak olyan infó legyen benne, hogy ami alátámasztható. És tény. Így van. Tehát, hogy nincs, ami pedig fejtegetés, mert esetleg egy szakértőnek van egy elmélete, akivel beszélgetek, ott pedig nagyon erősen kihangsúlyozzuk, hogy ez egy fejtegetés. De azt inkább szakértővel. Így van. Gerhard Hartlieb 8308. Már akartalak kérdezni, hogy lesz-e bringás kommentere. Itt van, köszönöm, jöjjön időnként Enduro, DH, tekerős pinion, keres grevet, akármit, csak hogy legyen. Annyi jó technika van a bringaiparban, hogy simán be lehet mutatni. Hát most lesz bringás tartalom. Tekertünk. Azért vagyunk ilyen szépen rongyá égve, mert Nirolanddal hétfőn a 32 fokban úgy gondoltuk, hogy letekerünk a Balatonra az új Budapest-Balaton-Bringa úton. Igen, 8 órakor volt 32 fok. Igen. Reggel. Igen, és 8-kor indultunk. Megcsináltuk, igaz, utána egy kicsit azért megrecsentünk mindketten, de lesz bringás tartalom. Amúgy én szívesen csinálnék bringás tartalmat, de most jellemzően azon, hogy a Check Engine az egyelőre egy pici csatorna. Tehát, hogy kénytelenek vagyunk azokat a tartalmakat csinálni, amik nagy közönséghez érnek el, autós anyagok, közéleti anyagok, egyebek, ahhoz, hogy női tudnunk. Amikor már van egy stabil feliratkozó bázis, akkor lehet ilyen kis szerelem projektekkel foglalkozni, mint a terepbringázás, addig nem. Igen. Hát jó, meg ahhoz is kell azért keresni egy tartalmat. Persze. Hogy miről szóljon. Igen. Tehát, hogy erről sem lehet már minden nap beszélni. Így van. Tehát most látjuk például, hogy egy random autóbemutatót mennyire senki nem néz meg, ellenben, hogyha van hozzá sztori, vagy érdekes az ember, akkor igen. Igen, erről is beszéltünk, de igen. Új autóbemutatót nem is fognak megnézni az emberek valószínűleg. Nem, kívül esik a realitáson, meg már láttak. Nagyon kevés lesz az, ami érdekli őket eleve. Igen. Ami bringás tartalom volt most például az Amsterdam, ott is igazából Amsterdam vitte el a hátán. Igen, ellenben pont erről beszéltünk, hogy mennyien megnézték, úgyhogy egy 1,5 milliós bicikli, ami előtt felmerült kommentbe, hogy ki vesz 1,5 millióért biciklit, sőt, meg lehet, hogy drágább is. Nem is tudom, hogy mi volt azoknak az ára. Egy három, hat, ilyesmi, mindegy. Igen, de hogy ott is azért tudott működni a tartalom, mert nem csak a bicikliről szólt, hanem egy konkrét jelenségről. Igen. Ez is amúgy sok kommentben volt, hogy milyen jó volt így az Espassos videó. Igen. Hát ezt nyomni kell sajnos. Hogy igazából nem kellett annak teljesen az autóról, nem is tudott volna teljesen az autóról szólni, hiszen egy Magyarországon nem kapható. Egy N plusz egyedik. Kb. Be sem mutatott autó, mert... Így van. De igen, ezt nyomni kell. Nyilván egy kicsit több erőfeszítés, egy kicsit több rákészülés, a vágás is egy kicsit hosszadalmasabb, de azt már senkit nem fog érdekelni, hogy odaállunk. Mondjuk, ha vlogszerű, akkor nem kell azért. Ez is érdekes felvetés. Robert Nagy 2756, ez a jégkáros videó alá. Uh-huh. Az autóban értünk, és nem mi az autóért. Ha behorpad, attól még ugyanúgy ellátja a dolgát, max a betört szélvédőt kell cserélni, ha törik. Én ezzel tökre tudok azonosulni. Na, tehát Priusom lenne én is. De nem... Jó, igen. Nem tudom amúgy. Vannak olyanok, amit nyilván mi amúgy jobban, de most ne a Priusból indulják ki, hanem mondjuk az MX-5-ből, ha azt verné el a jég. És sírva fogadnék. Ennyi, de hát, hogy mi egy kicsit máshogy állunk az autókhoz, de azért engem amúgy is azon felül is bosszantana az, hogy elveri, mert ez egy nem kötelezően, nem te rontottad el, nem rajtad, hogy még csak más sem jött beléd. Így van. Ez egy teljesen fölösleges kár egy autóba, amivel utána foglalkozni kell, mert igen, a szélvédőt is be tudja törni. Figyelj, az sem olcsó. Pont emiatt szoktam ezen elgondolkodni, hogyha most lenne mondjuk egy 300 000 forintos golfom, ami már kicsit rozsdás, de még mondjuk. Tehát engem általában nem szokott érdekelni, hogy egy autó hogy néz ki, mechanikailag legyen hibátlan, a fék, a futómű, a motor az legyen tüktig. Most az, hogy van rajta pár horpadás, meg karc, azt mélységesen leszarom. De hogy az tényleg egy ilyen rohadt nagy szabadságot, tehát hogy gondolj bele, hogy nem az van, hogy keresed a távoli parkolóhelyet, hogy ne nyissák rá, hanem így lerakod.
Nyissák rá. Sose fogom tudni áttérezni. Kilakatolták. Én ha a Tesco-ba megyek, akkor a szomszéd üzletközpontnak a parkolóba állok meg, ha csak ott üres. Értem, de gondold el, hogy ezt így elengedhetnéd. Amikor nekem kilakatolták. Amúgy az a durva, hogy ezt elengedhetném, ha nem lennének bunkók az emberek. De bunkók az emberek, tehát ez most ezt kezeljük tényként, hogy ez így van. Én ezt nem is feltétlen azért csinálom, mert hogy annyira nagyon durván sajnálom az autómat, csak tudom, hogy más azért veri rá az ajtót, mert ő annyira leszarja a világot, vagy mert, most megint nem menjünk bele, mert nem tudja megnevelni a gyereket, és az csak úgy kirongyol belőle, vagy feltépi az ajtót. Jó, ezek a matricák, hogy valami. Ne állj közel, mert a gyerekem rávágja. Igen. Hát talán neveld meg, hogy ne vágja talán rá. Talán ne vágja rá, és hogy nekem ezzel kár keletkezik benne, amit jobb esetben papírt sem hagy, de tök mindegy, mert ha hagy papírt is, és ki is töltesz el valamit, foglalkozni kell vele. Kiesik az a kocsi, amíg megcsinálják, és foglalkoznom kell egy olyan kárral, amit nem én okoztam, és teljesen fölöslegesen keletkezett abba az autóba, ami mondjuk esetleg sose volt fúlva az oldala, és lehet, hogy az pont érintetlen volt az a fele, és jól nézett ki, és valami. Értem, csak tényleg, hogyha magaddal teszed ezt a mentalitást, amit itt a kommentelő is ír, hogy veszel valami öreg szakadékot, és egész egyszerűen nem számít. Elveri a jég, verje. Rányítják az ajtót, nyissek. Figyelj, én nem tudom, életemben talán a legdühösebb akkor voltam, amikor a frissen kilakatolt MX-öt, még az előző, a fekete, végig tolták rajta a bevásárlókocsit. Hú, tényleg. Mert nem tudom, hogy miért, tehát volt az autó mellett egy 50 centi, és végig kellett tolni azért ott a bevásárlókocsit. Nem is értem, hogy miért, mert nehéz volt ott végig tolni, hiszen föl kellett szántani az autó oldalán. Hát de átment. Tarzan fúlni újjuk. Tehát, hogy... Igen. Arra volt rövid, akkor arra volt rövid az út. Igen, de hogy pokoli szarul éreztem magam, és hogyha az előtte lévő hármas golfom lett volna, aminek nem volt két egyforma színű karosszéria eleme, és rohadt a küszöbb vége meg milyenek, akkor így meghúztam volna a vállam, és így ilyen irgalmatlan stresszfaktor így lekerül rólam. Szóval, hogy valamennyire azért ezt így értem. Igen, csak ne kelljen már azért vennem egy olcsó autót, mert más nem tud figyelni másnak a tulajdonára. Igen, amúgy Sándor Fagyal 3119 ugyanezt írja, ezért járok én is olcsó egyszerű autóval, bármi történik, akkor rögtön tudok venni helyett egy másikat. A megoldást értem, csak erre nem ez a megoldás. Nem. Tehát arra, mert más bunkó, erre nem ez a megoldás. A jégkár az ilyen, az ellen védekezni kell, minden az egy, kit érdekel, kit nem. Utolsó kommentünk, Zoltán Kovács 50-43. Nekem 2 éve Pesterzsébeten elverte úgy a jég a 2008-as Jettámat, mint a videóban a kék kocsit. Néztem az ablakból, és majdnem sírtam. Nem lett megcsinálva, így használom, mert nem lenne értelme anyagilag. Igen, ez így van. Igen, tehát ez szomorú. Nem, tehát tényleg az van, hogy... És valószínűleg őt is az zavarta, hogy amúgy meg egy szép autó volt. Egy 2008-as autó. Ennyi, tehát, hogy azt írja, hogy 2 éve történt, akkor volt az autó 13. Igen, az nem volt akkor egy relatív öreg autó azért. Az egy ha, autó. Ha tényleg nem volt lelakva, és egy szép állapotú volt, akkor ez a legzavaróbb az egészben, hogy nézed, hogy tönkre megy az, aminek eddig nem volt baja, és szép volt. És nem tudsz vele mit csinálni, tényleg. Igen. Hogy megcsináltathatod milliókért, de akkor is lesz egy 2 milliós jetted, így viszont van egy 500 000-et érő jetted. Igen. Hát kérdés, hogy ugye mennyire verte, mondjuk géptetőt lehet cserélni, sárvédőt lehet cserélni, a tetőlemez az egyetlen durva része. Hátul, ugye az eső viszonylag ritkán jön függőleges. Hát igen, de kérdés, hogy azt mennyire tudja maga, az egy statikailag elég merev dolog. Igen. Na mindegy, én ezeket gyűjtöttem ki, szerintem egy hónap múlva megint leülhetünk, majd aztán végignézhetjük a termést, mert screenshotolgatni kell alaposan. Igen, akkor megpróbálok én is jobban készülni, csak... Anti legalább tegnap pihent a biciklizés után, én nem. Hát az túlzás, hogy pihentem, készültem. Arra igen. A forgatásra, ja, igen. Aztán nem lett. Igen. Tehát, hogy igen, de azt megtudtad időbe. Egészen pacek igen. Vagyok Nyír Bátor történetéből. És híres születeiből. Tudtad, hogy ott született Bátori Erzsébet, a vérgrófnő? A Nyír Bátori Erzsébet? Jól raktad össze, mert hogy azért Nyír Bátor, mert hogy a Bátori család. Igen. Hát még lehet, hogy szükséged lesz erre az információra. Ó, annyi információt tanulsz meg feleslegesen a videók kedvéért, hogy igen. Lehet, hogy erre pont. Majd egyszer majd videók valami. Igen, maximum, ha Debrecenbe járunk és benézünk Nyír Bátorra. Debrecenbe járunk. Az eset az előfordulhat. Hogy Debrecenbe járunk. Bármikor. Így. Szóval iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot. Ez a kéregető komment, vagy hogy volt az elején? Igen, ez muszáj kéregetnünk. Muszáj kéregetnünk. Legyen. Igen, és abban kéregetésnél tartunk, akkor vásároljátok a webshopban is. Így van, mert vannak Eat Sleep Swift bögrék, amiket Áron tervezett. Igen, és vannak pólók is. Így van.
följön majd ide a webshopnak a felugrója. Aztán hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Hogy kibírta az aksi? Ja,